Halló! Sziasztok! Jó reggelt! 8 óra van, ahogy azt láthatjátok, nagyon pontosan kezdünk. Talán sose kezdtünk ilyen pontosan, amikor még be is kellett járni. Sziasztok! Jó reggelt! Ugye hétfő van, ráadásul óraállítás után, ami ugye a nyári időszámításnál mindig azt jelenti, hogy egy órával hamarabb kell kelni, mint egyébként. Úgyhogy nyilván egy kicsi kóma azért még benne van a dologban, de hát ez ilyen. Jó reggelt, sziasztok! Nyomjuk a jelenlétit, nyugodtan írjuk, hogy jelen vagyunk. Ugye ennek kapcsán érkezett egy e-mail most. Hát megnézem, hogyan kell ezt a jelenlétet vezetni. Dékán úr küldte, igazából semmi különös nincs, annyi a lényeg, hogy valamelyik platformon kell vezetnünk a hiányzást. Na most ugye a Twitch stream az jelen esetben ugye nem egy permanens dolog, legalábbis a Twitch stream chatje nem, de én majd csinálok ezekről ilyen képernyő képeket, és akkor ezeket majd én eltárolom. Jó? Még nyilván vezetem majd magamnak is ilyen jelenlétív jelleggel. Na most, aki nincs itt, azzal sincsen semmi gond, tehát mert lehet, hogy valakinek itt a hétfő reggeli, vagy a csütörtök 10 órás időpontban van órája. Szia, Caprioli! Örülök, hogy te is becsatlakozol, bár neked ez a progény már nem aktuális. Szóval a lényeg, hogy az e-learningbe én bekattintottam egy ilyen hiányzást, vagy egy jelenléti hívet, legalábbis remélem. A mai nap bármikor ezt be lehet kattintani. Jó? Tehát igazából, hogyha működik. Hát igen, itt van. Legalábbis én még látom, majd mindjárt megnézzük, hogy működik-e. Jó, hát én magamat be tudom kattintani, aminek nem tudom, hogy mi értelme van, de elvileg ti is, tehát aki esetleg most nem tud itt lenni, az még a mai nap, ma egész nap ezt be tudja kattintani. Jó? Tehát igazából ez nyugodtan meg lehet tenni, mert tényleg, ha valakinek most órája van, az nyilván nem tud itt lenni. Jó, oké is. Na, miről is lesz szó? Ugye múlt héten azért átbeszéltük ezt a BIM-fás progit, egy picit még fogunk róla beszélni, de csak tényleg nagyon röviden, meg egy dolog elmaradt még a múlt hétről. Ugye én végignéztem Norbinak a videóit, hogy ott pontosan hogy csinálja és mint csinálja. Nyilván ami ott tényleg más egyrészt, ez a from scratch megközelítés, hogy tényleg nulláról írja meg a programot, ami hát nyilván egy ilyen valóságközeli állapot, mármint olyan értem, hogy általában, ha egy új programot írunk, azt mindig nulláról írjuk, mi meglepő. Amit mindenképp jó lenne, hogy tényleg csináljátok ti is végig, és úgy a videó alapján. Most nyilván nem könnyű úgy programozni, hogy nézitek a videót, és közben írjátok. Főleg, hogyha nincs két monitorotok, de mindenképpen próbáljátok meg így végignézni azokat a videókat. Ami ott más ahhoz képest, ami az enyémben van, tehát nem is az enyém, hát a Z3A7-hez képest, amit mi csináltunk itt, ugye egyrészt az, hogy a template osztályként van, másrészt meg ugye van benne egy kis kiterjesztés, tehát itt az osztályokkal mahinál egy kicsit, ott ugye ilyen kiterjesztés, és akkor az, hogy működik. Na most a template osztályos részt, igazából ott semmi atomfizika nincsen, gondoljatok csak nyugodtan a vektor osztályra, amit beszéltünk BevProgon. Akinek nincs meg, az a 19. fejezetet nézze ott újra, hogy ott mi történik. A
ugye vektorosztálynál is mi történik? Létrehozunk egy vektorosztályt, és nyilván paraméterezni kell a típussal, hogy milyen objektumoknak lesz az a vektora végül is. Tehát az, hogy most ez egy integer, vagy double, vagy LZV binfa, vagy bicikli, az már teljesen mindegy. Nézzétek meg mondom a könyvből, a bevezető könyvből, a 19. fejezetben van ez. Annak egy része. Jó? Úgyhogy nyugodtan ott azt fussátok át. Jó, de mondom, igazából nem is az a bonyolult része, ott a szintaktikát kell megnézni, meg megszokni. Igazából túl lehetne ezt még bonyolítani bőségesen, tehát ezt a template osztályozást azért még lehetne egy kicsit cizellálni, meg lehetne rajta rugózni. Nem tudom, hogy a jövő héten vagy utána fog-e még ezzel foglalkozni. Egyelőre ez egy viszonylag egyszerű megközelítés a dolgoknak, tényleg a szintaktikát kell megszokni. Jó. Na most, ami még fontos ott annál, ugye ez, hogy ez az osztálynak a kiterjesztés, meg származtatás, hogy van. Nem tudom, hogy ebből csinál-e még videót. Szerintem mi fogunk vele foglalkozni, megnézzünk egy egyszerű példát. Hogy csütörtökön azt nem ígérem, majd azt mondom, hogy miért, meg mindjárt megbeszéljük. Jó, tehát ami ott kicsit szerintem még úgy nincs körbejárva, az ez. Most talán említi is a videóban, hogy ugye a tematika szerint ez még nem lenne aktuális, bár egy kicsit furcsa a tematika, erről talán ő is egy szóban kitér. Ugye elvileg mi sem. Tehát a tematikának nem volt része webprogramon se az, hogy osztályokat készítsünk, meg ilyen, hát idézőjelben objektumorientáltan programozzunk, de az, hogy mit jelent ez, hogy objektumorientált programozás, most ezen ne nagyon rugózzunk. A lényeg, hogy nekünk erre nem volt időnk webprogramon. Ugye a mi anyagból mi dolgoztunk, az ugye Strawsunknak a bevezető könyve, meg a bevezető diasora is, és ugye azt nem tudtuk végigvenni, ez az osztályok, meg az öröklődés, meg ilyesmi, ez a második részében van a könyvnek, amit mi átugrottunk. Tehát azzal nem foglalkoztunk, mert egyszerűen nem volt rá időnk fizikailag. Hát így alakult, szerintem fogok egy kis példát csinálni a könyv alapján. De azt nem tudom megígérni, hogy csütörtökön ezzel fogunk foglalkozni. Meglátjuk, hogy mikor lesz rá idő. Legkésőbb szerintem hétfőn ezt meg tudjuk ejteni, de meglátjuk. Lehet, hogy Norbi is fog vele foglalkozni egyébként, mert az egy eléggé fontos dolog. Hát meglátjuk. Prok 2-n biztos, hogy lesz erről szó, mert ott már a tematika szerint is előjön a dolog. Jó, de hát a tematikával úgy voltunk, hogy nyilván haladunk a tematika szerint, megnézzük a tematika által kiírt feladatokat, meg utána adunk még plusz feladatokat, hogy megtanuljatok programozni is. Jó. Oké, és na. Szóval úgy nagyjából ennyi lenne, és akkor nézzük is meg, hogy mi maradt még el a múlt hétről. Ezt most már lecsukom, mert így már nem lesz ez fontos. Jó, ugye itt van ez a múlt heti kis példa, ugye a Z3A8, mondom, ez csak egy példa, jó? Ezt a másolást, meg mozgatást szerintem ebből is tök jól meg lehet érteni. De mondom, csináljátok végig Norbi videói alapján is az ő BIMFás példáját, jó? A Z3A17-től, ha jól emlékszem, a 18Q2 valamennyi, jó? Tehát mindent csináljátok végig, nagyon fontos, mert tényleg a template osztályozás része a tematikának, jó? Tehát a generikus programozást mindenképp meg kell csinálni. Jó? Na, és ugye emlékszünk arra, hogy ez lefordult és lefutott. Reméljük, hogy ez így lesz most is. Jó. Kis teszt outputra futtatjuk. Jó, így szépen lemennek a különböző konstruktorok, ugye
nyomkövetéssel. Ugye nyomunk egy... Jó, itt van a test output. Jó, minden így binfa ugyanaz. Jó, és ami elmaradt az, hogy ezt mindig csináljátok meg, hogy wallgrind-dal elemezzétek ki, hogy van-e memória szivárgás, jó? Tehát ezt ne felejtsétek el. Jó, tehát így látjuk, hogy futtassuk a wallgrind-ot, és dobjuk át neki azt, ahogy egyébként is futtatnánk, és akkor ez szépen itt kielemzi nekünk a memóriát, ugye itt kidobja az outputot, amit amúgy is kell, és akkor ugye itt a vég... Ó, oh, bocsi. Szóljatok, hogy nem láttok semmit. Igen, így jobb lesz. Vagy még reggel alszotok, amúgy se láttok semmit. Jó, oké, és na, tehát futassátok így wallgrind-dal, ahogy mutatom is. Jó, ezt még egyszer megmutatom, de hát nyilván a BevPro-n ezt csinálgattuk, hogyha nem emlékeztek rá, akkor vegyétek azt elő, nyugodtan meg tudjátok nézni. És ugye itt lássuk az eredményt, hogy nincsen memória szivárgás. Kicsit föntebb tekerem, hogy látszódjon. Jó, ez az egyik. Nyilván itt tudtok ilyen mélyebb elemzést is csinálni. Most ezen én már nem mennék végig, tényleg ez már ilyen nagyon, nagyon brutál mély memória elemzés, meg hogy függvények hogy hívódnak, mi történik. Ezen tényleg nem akarnék végig menni, mert nem biztos, hogy ez most amúgy is érdekes, de ez egy ilyen nagyon mély elemzése, hogy mi történik a memóriában. Jó? De mondom, a wallgrindot mindig azt igyekezzetek használni, mert tényleg ez azért mutatja nektek, hogyha valami memória kezelési probléma van. Hát, vagy csak simán kaptok egy segfaultot, ami általában azért szokott lenni, mert null pointert akartok felszabadítani, vagy ilyesmi. Jó? Na ezzel kapcsolatban jöhetnek a kérdések. Láttam, már jött is egy kérdés, de nyugodtan addig írjuk. Most itt a jelenléti ível kapcsolatban van egy kérdés. Oké, és hát most elvileg én a... Hát az ötös csoport, ez nem tudom, hogy melyik. Szerintem ez a csütörtök 10 órás ittán. Tehát, hogy hol kell beixelni a jelenléti ívet. Igen, ez a csütörtök 10 órási labor. Igazából mindegy, mert én úgyis majd összesítve fogom látni. Vasi, ez a Debreceni Egyetem. Jó? Tehát a jelenléti ívet úgy gondolnám, hogy mivel minden laborhoz hozzá van adva mindenki, ami nekem ilyen nagyon furcsa, tehát most egy labornál megnézem a résztvevőket, és ott van 139 hallgató. Na most ez nem tudom, hogy miért van így, vagy ez ennek így kell lennie, de minden labornál ott van minden hallgató. Nem tudom, hogy ez így jó-e. Aki nem a 05-ösbe van, az be tudja kapcsolni be tudja magát kattintani a jelenléti íven. Ez lenne a kérdés. Valaki nem tud vele csinálni semmit. Jó, erre valaki nézzen már rá, aki nem a 05-ös csoportban van, tehát nem a csütörtök 10 órásiba, hogy ő be tudja kattintani a jelenléti ívet. Mondjuk én is meg tudnám nézni, hogy eddig kikattintotta be.
Jó, be lehet, beengedi. Valaki a 05-ben van és nem tudja bekattintani. Van egy kérdőjel. Hát akkor lehet, hogy kéne még itt kattintani. Hát most benyomtam ilyet, hogy jelenlét rögzítése. Szerintem itt nekem ajánlja föl, hogy én rögzítsem, de hát én nyilván nem fogom. Jó, mindegy, akkor dolgozok én majd ezen, hogy működjön. Vagy lehet, hogy itt az időablakot kéne megadni. Áj, de nem tudom én ezt, hogy működik. Jó, hát a hetedik fejezetnél próbáljuk meg magunkat bekattintani, ha nem, akkor itt a streamen tudjuk jelezni a részvételt. Jó. Nincs ott. Igen, az fontos, hogy ne az íven belül kattintsatok, hanem a kis pipánál ott. Tehát megnézitek, és ott a hetedik fejezet alatt van egy kis pipa. Megpróbálom megmutatni. Hát, sikerül. Jó, itt van a oldal, és itt a hetedik fejezetnél csak ide a pipába kattintsatok be. Nem kell belemenni a jelenlétibe. Talán. Nem tudom, hogy elvileg annak működnie kell, de ez majd kiderül. Az ott van úgy okés. Jó. Szerintem annyit kell tennetek összvisz. Jó, elvileg egész nap be tudjátok kattintani. Jó, és elvileg ennyi. Jó. A Human Genome Input linkjét el tudnám -e küldeni. Elfogom. Jó, hát szerintem kirakom a fészes csoportunkba, jó? És akkor ott elérhető lesz. Most már jelenlétében belül is le lehet adni. Jó, valahogy jelezzétek a jelenlétet, jó? Vagy itt a chatbe, vagy ott az e-learningen. Jó? És akkor ott ez már szerintem rendben lesz. Na jó, viszont menjünk tovább. Kérdés van-e esetleg a BIM-fával kapcsolatban? Jó, ezen agyaljunk már egy pár percig, és akkor én addig megnézem, hogy a következő feladatok azok mik. Jó, ugye a hetes fejezetet fogjuk megnézni, de addig agyaljunk, hogy van-e kérdés. Akár Norbi-val kapcsolatban is, bár ott azt lehet inkább szerencsésebb lenne őt kérdezni, de nyugodtan, hogyha van, akkor kérdezzünk. Könyvvel kapcsolatban lenne. Patrik. A meg nem csinált malmős feladatok passznak számítanak? Hát a malmős feladatok azok a jegy megajánláshoz kellenek, nem? Tehát ilyen értelemben, amit határidőre nem csináltál meg, az passz. Én úgy értelmezem.
Oké, és jó. A könyvben lévő feladatok mellett van kötelezően megoldandó feladat? Hát azokat kell megoldani, amik a könyvben vannak. Nem tudom, hogy említettem néhány bimfásat pár perce. Mire gondolsz, melyikre? Mert amik így vannak, hogy csinálok pár ilyen példát, az tényleg csak ilyen demonstrálásnak van, hogy lássuk, hogy működnek. Nyilván itt majd a számunkérés kapcsán lesz ez érdekes, csak ott még nem tudjuk, hogy az hogy lesz pontosan. Jó, okés. Jó, rendben van. Akkor folytassuk szerintem a hetedik fejezettel. Viszont mielőtt belevágnánk, még megnéznénk egy-két olyat, ami hát talán elmaradt. Olvasónaplókat hova kell beküldeni? GitLab-ra tegyétek föl, és a GitLabotok linkjét tegyétek be a kurzus szintű drive-os fájlba. Tehát van egy Google Drive fájl, és ilyen táblázat, és akkor oda kell a linket betenni. Azt tényleg mondanám mindenkinek, hogy ezt csinálja meg, mert fogjuk lassan, tényleg nekülök ellenőrizni, meg lassan jegyet is fogok így. Az, hogy éppen hogy álltok. Tehát nyilván nem a véglegeset, csak egy ilyen, hogy éppen hogy álltok. Jó? Meg pár ilyen megjegyzést. Jó. Na de nézzük meg a hetedik fejezetet, mert az idő telik, és jó lenne ezzel haladni. Nézzünk rá a könyvre, ugye ez a Hello Conway fejezet lesz. Ugye egyrészt ilyen hangyaszimulációk, életjáték, meg ugye a BrainBeach benchmark lenne a heti téma. Viszont még mielőtt ebbe belemennénk, vagy hát belekezdenénk, még egy dolgot jó lenne megnézni. Ez pedig a Mandelbrotos feladathoz még egy kis adalék. Majd ezek a források föl lesznek, de egyébként már most is elérhetőek, csak majd összeszedegetem őket, hogy mi hol van. Ugye egyrészt van egy ilyen Mandel mentő, most így idézőjelbe. Nem tudom, hogy amint múlt héten, nem múlt héten, 2 hete néztünk, az abban benne volt ez a feature. Ez annyiban több, mint az előző, hogy tud ilyen clean, bocsánat, hogy ki tudja menteni a képet is. Jó? Tehát ki tud menteni képet is. Na most nézzük is meg, hogy hogyan működik. Ugye ezt is simán kumékkel kell, mint ahogy a múltkor is néztük. De pillancsunk rá. Jó, tehát itt van ugyanígy a main, nem tudom, hogy forrásokba mennyire mentünk bele, szerintem nem igazán. Tehát nem igazán mentünk bele a... Sziasztok! Tehát nem igazán mentünk bele abba, hogy hogyan is épülnek fel ezek a programok. Alapvetően nyilván egy Qt-s alkalmazásról van szó, ugye egy ilyen Q application készítünk, és abból egy ilyen Qt-s ablakot hozunk létre. Na most, ugye itt az öröklésnél lehet ez talán érdekes. Erről akkor szerintem fogok csinálni egy kis példát, csak még nem tudom pontosan, hogy mikor. Ugye itt is látjuk, hogy a milyen fraktál ablakot csináltunk, amiben majd fogjuk megjeleníteni magát ugye ezt a
Mandelbrot halmazt, vagy hát tulajdonképpen ezt a kirajzolt kis ábrát. Ugye ezt ebből a Q-main window-ból fogjuk származtatni. Jó? Tehát ebből ezt fogjuk kiterjeszteni a mi saját frakablakunkra, és akkor abban már csináljuk a konstruktort, meg fogunk pár ilyen függvényt felül definiálni. Az, hogy ez a Q-main window mi, hát ezt nyilván rá tudtok keresni, de csak hogy gyorsan megnézzük. Csak így tényleg fölvillantanám a sima Qt is doksit. Ugye látjuk, hogy itt van ez a Q-main window class, és akkor ilyen a részletes leírásnál szépen írja is, hogy mire jó ez, hát hogy ad egy ilyen keretet arra, hogy saját user interface csináljunk, és akkor ugye ez a Q-main window, hogy mire jó, hogyan működik, hogyan kell használni, tehát itt van egy kis leírás is. Jó? Tehát nyilván az, hogy feldolgozzuk ezeket a forrásokat, az benne van, hogy ennek azért nézzünk utána, hogy hogyan is működik. Oké, és tehát nyilván ezt olvasgassuk végig, csak hogy milyen, hogyan készíthetünk ilyen menüket, toolbar, stb. Jó? De nézzük meg ezt a dokumentációt. Oké, és akkor tulajdonképpen az a mi dolgunk, hogy ezt kiterjesztjük, és akkor így szépen itt már tudjuk ezeket álligatni. És ugye a mainben tulajdonképpen ennek a show tagját fogjuk meghívni, és akkor fog megjelenni maga az ablak, akkor fog valami történni, és akkor ugye az exekkel pedig elindítjuk tulajdonképpen az alkalmazást, most tényleg csak ilyen nagyon, nagyon leegyszerűsítve. Jó, és akkor ebbe a fraktál ablakba, tehát ebbe az osztályba tudunk felül definiálni függvényeket. Ugye, ami nekünk érdekes, ugye a paint event lesz majd az, ami rajzolja tulajdonképpen, ez fogja majd ezt a frakszálat indítani, és akkor itt fog menni maga ez a matekos számolás, talán erről beszéltünk két hete érintőlegesen, hanem ami talán fontosabb, hogy ugye itt, hogy ugye ezekkel az eventeket kell felül definiálnunk ahhoz, hogy ugye viselkedést adjunk tulajdonképpen a programunknak, de akkor indítsuk is el, elvileg le van kompájlolva, így van. És akkor tulajdonképpen ugye ezek a egéreventek, tehát ez a belenagyítás, meg ugye magának az iterációs határnak a növelése, ha jól tudom, N, igen, az N betűvel történik. És akkor itt tudunk szépen belezoomolgatni, és az N-nel tudjuk az iterációs határt állítani. És akkor ez szépen így, opa, hát tudunk elég sokáig zoomolni, a kattintás az bugos, vagy hát nem bugos, csak nem feltétlenül működik jól. Jó, tehát így szépen tudunk bele zoomolgatni magába ebbe, és az ennél tudjuk a iterációs határt állítani. Jó, és ha jól emlékszem, akkor az S-sel tudunk menteni. Hát nem túl kommunikatív a program, nem írja ki, hogy igen, a kép elment, vagy ilyesmi, hát ezt meg lehetne csinálni, de ez most nem olyan érdekes. És tehát ha jól emlékszem, akkor az S betűvel lehet kimenteni képet. Így van. És itt létre is jön nekünk ez a Mandel 0 PNG. Na most én ezt megnyitom, hogyha megtalálom. Így van. És akkor látjuk, hogy ez így ki is menti nekünk ezt a képet. Igen, Capriori lesz. Lesz ma 10-től Siege. Ha gondolod, gyere. Bár nem tudom, hogy munkahelyen tudsz-e. Jó, oké is. Na, szóval ugye az N-nel tudjuk az iterációs határt, az S-sel pedig a képet tudjuk kimenteni, és akkor látjuk, hogy itt van ez a mouse press event, hogy ugye, hogyha kijelöljük a területet, akkor itt van ugye hogy visszaadja azt, hogy mekkora területet jelöltünk ki, tehát ez, hogy honnan ez, meg hogy mekkora, és akkor ugye itt az update függvénnyel szépen frissíti ugye magát a képet is. Jó, itt mi van, amikor fölengedjük, ugye nyilván akkor ugye újra számolgatja, most ebben nem akarnék belemenni, ugye itt van maga ez a újraszámolás tulajdonképpen. Ami talán kicsit érdekesebb, ugye ez a
keep press event, hogy így tudjuk azt, hogy ugye milyen gombot nyomtuk meg, látjuk, hogyha itt az n-et nyomjuk meg, akkor az iterációs határt megszorozza kettővel, tehát megduplázza az iterációs határt, ez lesz az, amikor ott látszódott, hogy úgy kiélesedik maga egy kicsit, hát nyilván itt most a matekos háttérben én nem akarok belemenni, egy picit kiélesedik maga ez a kép. Jó, ugye az S-sel pedig tudjuk menteni, az pedig itt van leírva, hát itt most beleteszek egy sortörést, ez nagyon csúnya lesz, de ugye itt összeállítja azt a kis stringet, és ugye a save függvénnyel tudja kimenteni azt, amit éppen látunk. Jó, tehát mondom, ezt meg akartam mutatni, hogy ezt nézzük meg. Igazából ez is elmaradt 2 hete, nem volt feltétlenül erre van túl sok idő, de a lényeg, hogy ilyet is tudunk. Talán ez a legérdekesebb. És akkor ugye ennek kapcsán volt is feladat, hogy így a színeket lehet kelljen álligatni, hát azt valahol itt lehet. No, tehát így a színeket talán itt lehet a legjobban álligatni, de mondom, millió megoldás, meg millió program van erre, a SourceForge-on, az UDProg repóba találtok erre példákat. Jó? Úgyhogy ezt még meg akartam mutatni a Mandelbrot halmaz kapcsán, csak egy ilyen rövid kitérés, mielőtt belevágunk a kövébe, mert ugye ebbe a 7. fejezetbe főleg Qt-s programok vannak, leszámítva az egy jávásat, de főleg Qt-s programok vannak. Jó. Na most ezzel én nem is akarnák feltétlenül tovább foglalkozni, hanem menjünk is tovább. Persze, van kérdés, dobjuk be nyugodtan a chatbe, és akkor válaszolok rá, de most nem biztos, hogy ez olyan érdekes nekünk, de mindenképp meg akartam mutatni. Hanem ami még fontos nekünk, ez egy kisebb példa, ez az arecibói üzenet példa. Na most, hogy mi is ez az arecibói üzenet, Wikipédián meg tudjátok nézni. Ez egy nagyon, nagyon egyszerű kis Qt-s konzerv progi, ez is az UDProg repóból van. Igen, egy ilyen, hát 1974-ben küldtek egy ilyen rádióüzenetet valahova, ki a kozmoszba. Na most igazából hivatalosan az volt a kommunikáció, ugye ez azért, hogy fölvegyék a kapcsolatot ilyen földön kívüli lényekkel, vagy hát földön kívüli civilizációkkal, de igazából talán inkább az volt a célja, hogy demonstrálják azt, hogy ugye azért a technológiai fejlettség elért arra a szintre, hogy képesek megtenni ezt, hát 74 azért más világ volt még, és akkor küldtek egy üzenetet, hát most megpróbálom itt a képet megmutatni nektek, egy ilyen bináris üzenet volt, és hogyha azt vizualizálni akarnánk, akkor valahogy így nézett ki. Nagyjából mondhatnám, hogy ilyen egyszerű kis pittyegést küldtek. Mondom, nagyjából így nézett ki ez az üzenet. Hát az, hogy ez most mit ábrázol, mondom, Wikipédián nézzetek ennek utána. Jó, és akkor erre van itt egy ilyen kis program az UDProg repóba, meg Norbi egyik könyvébe is ki van ez fejtve, hogy hogyan is lehet egy ilyet kirajzolni. Ja, látjuk, hogy itt ilyen cellák vannak, és akkor az alapján kellene színezgetnünk. Na most, amit mi meg fogunk nézni, az nincs kiszínezve, hanem az sima, ilyen fekete-fehér valami. Ugye, nézzük is a main-t, ugye látjuk, hogy itt fogunk csinálni ugyanúgy hasonló módon, mint az előbb egy ilyen Qt-s ablakot. Ez a Qt-s ablak ugyanúgy működik, mint az előző, tehát ezt a sima Qmain window-t fogjuk kiterjeszteni. Igazából ez még sokkal egyszerűbb, mint az előző példánk, ugye a Mandelbrotos példánk, mert itt gyakorlatilag semmi matekos dolog nincsen. És ugye itt a konstruktorban fogunk egy ilyen szélességet, magasságot állítani, ugye ez lesz az, hogy hány
cellából áll tulajdonképpen, tehát ez a 23 széles, 73 hosszú kis ablak. Itt lesz maga az üzenet, tehát ugye azok a nullák és egyesek, illetve egy ilyen parent, az most nem olyan érdekes. Jó? És akkor tulajdonképpen itt meg megvan az a rajzolás, bocsánat, itt van maga a rajzolás, hogy hogyan fogjuk ezt elvégezni, hogyha egyes, illetve egyébként, hogyha nullát kapunk. És hogyha megnézzük itt, hogyha egyes maga, tehát egyes a cella, az üzenet, akkor azt feketére festjük, egyébként meg fehérre. Jó? És akkor nézzük is meg, hogy hogyan működik. Okos dolog, hogyha itt a mainnek az elejére kírjuk, hogy hogyan kell fordítani, mert akkor nem kell emlékezni rá, ugye? A programozó az ilyen értelemben jó, hogyha lusta, írjuk ki magunk. Oké, és tehát itt nyomunk egy Q-méket, meg egy méket. Oké, és elvileg hiba nélkül lefordult, és akkor nézzük meg ezt a kis arecibói ablakot. Hát, nagyjából ugyanúgy néz ki, sőt, egészen pontosan ugyanúgy néz ki. Nem tudom, miért zártam be. Oké, és... Jó, hát ha így egymás mellé tesszük, ha sikerül egymás mellé tenni. Jó, hát nagyjából egyforma. Ugye ez színes. Annyi a különbség. Nyilván itt lehet szórakozni a színekkel is, de ez most nem feltétlenül célja ennek a feladatnak. Jó, tehát ez a kis ablak itt szépen nekünk megjelenik. Ugye amit látnunk kell, az egyrészt az, hogy ugye itt, hogy a konstruktorban hogyan paraméterezzük ugye ezeket a lokális változókat, ugye a dísz, ugye az osztálytagunk, ugye, és ugye ezek pedig innen a konstruktorból érkeznek. Ugye itt tudunk adni szélességet, magasságot, ugye ha ezt állítjuk, akkor ezek az egyes cellák méretei fognak változni. Az eredetiben azt hiszem 6-os az alapcella szélesség és magasság, azért állítottam, hogy itt a streamben jobban látszódjon. Remélem jól látszódik egyébként minden. Most csak egy kis kitérőn kipróbáltam, én még mobilon is látom ezeket a... Tehát mobilon nézem, és ott is látom a forráskódot. Hát, hogyha esetleg együtt, közösen akartok programozni, akkor ez mehet, hogy mit tudom, mobilon megnyitjátok a streamet, a laptopon megírjátok. Hát ez ahogy kényelmesebb. Jó, tableten már biztos, hogy jól látszódik. Jó, na mindegy, itt paraméterezzük ugye a lokális változóinkat, itt adjuk át ugye a konstruktorból, és itt pedig tulajdonképpen maga a rajzolás történik, tehát itt egy nagyon egyszerű ilyen kis ilyen négyszög, vagy hát négyzeteknek a kirajzolása, és akkor hát tulajdonképpen itt tényleg maga a rajzolás így történik ezzel a paint eventtel. Igen, Benci, ez egy online tanítás. Üdvözöllek egyébként, ha gondolj, nyugodtan maradj és kövesd az órát. Egyébként ez egy Debreceni Egyetemen egy programozás, egy tantárgy. Jó. Oké, szóval ez történik itt, úgy nagyon röviden és nagyon, nagyon tömören. Jó, hát ennél sokkal egyszerűbb Qt is alkalmazás nem nagyon lehet írni, ez tényleg a legalapabb. Jó, linket bedobom majd a e-learninges rendszerbe, hogy hol találjátok, de a UDProg-on, tehát a SourceForge-on az UDProg repokba is megnézhetitek. Jó, hirtelen van egy kérdés, nyugodtan dobjuk be. Boborján, emelt érettségi programozás feladatokból is csinálhatnék videókat. Hát az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy az emelt érettségi milyen feladatok vannak programozásból. Hát őszintén szóval nekem ezzel kell foglalkozni. Jó. Tehát nekem van egy héten 12 órám, abból 10 programozás, itt kell lennem.
Jó. Jó. Na, akkor a hallgatókat kérdezném, hogy van-e kérdés eddig ezzel kapcsolatban? Nincs. Jó, világos minden. Okés. Na, akkor most már tényleg kezdjünk bele a könyvbe. Legalábbis a hetedik fejezetbe, ami nekünk ki van írva. A első dolog ez a hangya szimulációk. Ugye a... Fogom majd linkelni, hol találjátok. Jó, meg szerintem föl is teszek egy-két dolgot külön is, de majd mindjárt beszélünk róla. Jó, na, tehát első ilyen hangya szimulációs program írja is a feladat, hogy Qt-ban készítsünk egy ilyen hangya szimulációs programot, és hogy ilyen reverse engineering jelleggel készítsünk UML osztálydiagramot is. Na most, az, hogy mi ez a hangya szimuláció, meg hogyan működik, látjuk, hogy Norbi ide belinkelt egy, bedobott egy linket, szerintem ebbe emlékeim szerint elég jól elmagyarázza, hogy mi is történik, hogyan is történik. Én most csak megmutatnék egy kézkódot, hogy hogyan is kellene ezt elindítani, használni, működtetni. Nyilván magatoktól is megírhatjátok, illetve itt a blogpost meg a videó alapján szerintem meg is el is tudjátok készíteni. Meg persze majd meglátjuk, hogyha Norbi is ideér ez a fejezethez, ott mi fog történni, hogyan fogja ezt feldolgozni. Nem tartom kizártnak, hogy ezt is megírja nulláról, de ezt nem tudom. Kaprioli ilyet nem szabad írni. Jó? Nekem maximálisan koncentrálnom kell az órákra. Jó? Oké is. De ugye, csak hogy poén, ugye most akciósan 5 dollár a feliratkozás. Nem, viccelek, nem. Azzal még föl se lehet iratkozni egyébként. Jó? De ez csak egy ilyen poén. Na, jó. Oké, szóval koncentráljunk ide. Nézzük is meg, hogy mi is itt a feladat. Ugye, be fogom ezt is linkelni, mint ahogy a többit is. Itt van egy nagyon egyszerű kis, ez is egy Qt-s projekt, hát ez már azért annyira nem egyszerű, de azért pillancsunk rá erre is, csak nagyon röviden, mert tényleg nem akarom ezzel húzni az időt. Jó, ugye itt is itt van a mainünk, itt ez annyiban bővül, hogy itt már lesz egy viszonylag egy elég elegáns ilyen parancsori argumentum kezelés. Most ugye ez a Qt-nek a saját parancsori argumentum kezelése, hát van más ilyen command line option kezelő is. Ugye itt ez annyiban segíti a munkánkat, hogy nem nekünk kell az egyes parancsori argumentumokat kipárzolni, ugye kézzel ugye az argv tömbből, hanem ezzel a Q command line option objektummal tudjuk megtenni, és ez itt szépen, hát most tényleg nem akarok részleteibe belemenni, ugye itt az egyes értékeket tudjuk elkérni. Jó, hát itt QString objektumot használ, mert azt fogja majd tudni szépen elegánsan átadogatni. Nézzünk utána ennek is, hogy működik. Nagyon ritkán használunk már olyan parancsori argumentum kezelést, amit például a BINFA-nál is beszéltünk múlt héten. Valamilyen advanced library-t használunk, hát itt éppen a Qt-nek a sajátját, ha már Qt alkalmazásban vagyunk, akkor használjuk azt, de szerintem majd fogunk beszélni a forgalomszimulációs rendszerünkről egy ilyen csütörtöki stream kapcsán. Ott, tehát amikor majd ilyen opcionális dolgokat nézegetünk, vagy ilyen így csak úgy programozunk, és ott meg fogjuk nézni például a boost-nak a parancsori argumentum kezelőjét. Van sok ilyen, tényleg nagyon kényelmessé teszi
ezeket, hogy hogyan kezeljük ezeket a parancsori argumentumokat. Jó, hát ez egy ilyen, most ebbe tényleg nem mennék bele, hogy ezek egyesével mik. Szerintem Norbi a videóiban ezt azért elmondogatja. Jó, úgyhogy ezeket tudjuk itt kezelni. Ha valaki szeretné, nézzen utána a Qt-s doksi, vagy hogyan működik, és akkor amúgy ez egy viszonylag egyszerű dolog, hogy hogyan működik. Jó. Hanem akkor inkább nézzük meg azt, hogy hogyan is kell használni. Szerintem ez pont nem írtam le, de szerintem ez is sima Q-mékes. Ugye nem írtam ide, hogy hogyan kell fordítani, de szerintem ez is simán működik. Ugye első körben nyilván Q-mékkel kell a projektet összeállítanunk, mert igen, nem csináltam meg. Jó. Tehát nincs még meg a makefile. Oké. És ez létrehozza nekünk itt ezt a kis makefile-t, és ez a script fogja majd nekünk lemékelni magát a projektet. Jó. Hát ez úgy hasonló make script, mint amit a könyvnél is használtok, csak nyilván ez Qt alkalmazáshoz. Oké. És akkor simán ezt már itt tudjuk futtatni. Jó. És akkor itt elindul nekünk ez a kis hangya szimulációs program. Hát streamben nem tudom mennyire látszik. Mert jó, de futtassátok ti is le. Jó, valami látszik talán, hogy mennyire, hogy mi történik. Jó, hát valami olyasmit kell itt a hangyáknál gondolni, amennyire én a biológia tanulmányaimból emlékszem, hogy ugye a hangyák húznak maguk után ilyen feromont, de már lehet, hogy most hülyeséget mondok, mert lehet, hogy nem is feromon, hanem ilyen hangyasav. Hát, nem tudom. Igen, Boborján, ezek igazi hangyák. Jó, tehát húznak maguk után valamit. Ilyen, szerintem feromon csíkot, de javítsatok ki, ha tévedek. És ugye az alapján a többi hangya is arra fog menni. Na most, hogy miért arra mennek a hangyák amerre? Hát nyilván itt élelmet keresnek, ezt, azt, amazt. És akkor előbb-utóbb biztos láttátok már ti is, hogy ilyen nagy hangya menetelések alakulnak ki. Hát az azért van, mert hogy húznak maguk után valamilyen feromont, és akkor ott csíkot hagynak maguk után, és akkor arra megy a többi hangja is. Jó, mondom, nem olyan érdekes ez most, vagy hát érdekes, hogy ez a hangja szimuláció hogy működik, de a feladat kapcsán most igazából ezt valami ilyesmit kellene implementálni. Szerintem, mondom, Norbi a videóiban elmagyarázza elég jól, hogy hogyan is működik. Itt a forrás elején van két link, ezt is meg tudjátok nézni. Jó? Úgyhogy ezt is olvasgassátok el, nézzétek meg az ide beszúrt videókat. Jó. Na, most szerintem a forrásban nem fogunk belemenni, mert ennek már azért elég masszív forrása van. Ugye itt is, ugye, hát nem így kéne bezárni, elvileg, hanem Q-val, ugye P-vel meg lehet állítani. Így van, köszi, nyomjelző feromonok. Jó, nagyon jó, köszönöm. Jó, mondom, tanultam én ezeket valamikor, meg én annó biológiába érettségiztem, mert akkor még infoérettségi gyakorlat, hát volt, de nem akarok róla beszélni. És akkor én biológiaba érettségiztem, de ez úgy annyira azért nem volt meg. Vagy hát nem maradt meg, meg már régen volt az. Jó, tehát nem akarnék most ebbe a forrásba belemenni, mert ez tényleg egy kicsit azért masszívabb, hogy itt a cellák egymás után hogyan jönnek meg, meg hogy az egyes hangyák hogyan néznek ki, hogyha megtalálom. Ugye, hogy egy ilyen hangya, tehát magát a hangyákat ilyen osztályban reprezentálják, és akkor, hogy az éppen hol van, milyen irányba halad, azt ilyen random számmal fogjuk majd megmondani, tehát hogy mi legyen az irány. Nem akarok belemenni, mert tényleg nem olyan érdekes ez most, de
de nyilván nézzétek majd azért el. Hanem amit a feladat ír nekünk, hogy reverse engineering jelleggel készítsünk ilyen UML osztálydiagramot, ezt inkább megmutatnám. Nyilván erre is sok, sok eszköz van, meg hogy miért is érdekes ez. Ugye ez az UML osztálydiagram, ez hát mond is valamit, meg nem is, ugye az valami olyasmire kell itt gondolni, hogy az egyes osztályaink milyen kapcsolatban állnak egymással. Hát jelenleg itt ez a ANSZ-RED, meg ANSZ-WIN, tehát hogyha ezeket itt látjuk, ugye a szálak, meg maga az ANT szál, ugye a hangya osztály, illetve maga az ablak, hogy hogyan is néz ki, milyen kapcsolatban van egymással, meg hogyan épülnek ezek föl. Ugye ezeket tudjuk vizualizálni. Hát, hogy őszintén szólva ennek pontosan mi értelme van, igazából mutat dolgokat, de ami a lényeg, hogy nyilván a tematikának részletet megnézzük. Na most, mondom, millió egy eszköz van erre, ugye egyrészt a ilyen fizetős eszközöktől kezdve, mármint hogy ilyen fizetős szoftverek, talán még a K-Develop is tud ilyet, meg sok más egyéb ide. Én ezt a Doxygen-t fogom megmutatni. Na most, az, hogy ez hogyan működik, ezzel is nagyon sok mindent lehet csinálni, ilyen vizualizációs túl, ugye, meg dokumentációs túl, csak tényleg fölvillantanám magát a honlapját, hogy ugye látjuk, hogy ilyen dokumentációt lehet forráskód alapján, és akkor tényleg a C-től Objective-C, Python millió egy dolgot támogat. Most tényleg egy ilyen nagyon-nagyon egyszerűt mutatnék meg. Én már kigeneráltam ezt a doxy-fájt. Ezt majd föl fogom nektek tenni, csak pillancsunk rá, ez egy elég masszív fájl, Doxygen-nel lehet kigenerálni. Látjuk, hogy itt millió dolgot be lehet állítani, és akkor ez alapján fog majd nekünk dokumentációt készíteni. Ezt föl fogom majd tenni, mert nem azt mondom, hogy szenvedőse kigenerálni, mert viszonylag egyszerű, de ezt föl fogom tenni, csak hogy megkönnyítsem a munkát, rá tudtok erre is nézni, meg ugye a Doxygen-nek a dokumentációjára is nézzetek rá. És akkor itt csak annyi a dolgunk, hogy ha jól emlékszem, hogy ezt a Doxygen-t futtassuk, és ő majd ez alapján, a Doxy-file alapján ki fog nekünk generálni valamit, tehát magát a dokumentációt. Jó, mert látja, hogy itt van a Doxy-file, itt vannak a forráskódok, hogy miből kell dolgoznia, és így szépen ki fog generálni nekünk valamit. És amit látunk, hogy egyrészt kigenerál egy ilyen HTML mappát, meg egy ilyen LaTeX mappát. Most a HTML-ben értem szerint HTML van, ugye a LaTeX-ben meg a LaTeX források, legalábbis, ha jól emlékszem, de pillancsunk rá. Hát igen, itt vannak a tag források is, meg PDF-ek is. Így van. Tehát a tag források is, meg a PDF-ek is itt vannak. De nézzünk rá egy ilyen tag forrásra. Hát, most a class AntWin inheritre. Így van. És akkor itt látjuk azt, hogy itt már van egy nagyon egyszerű kis UML osztálydiagram, ami annyit mond nekünk, hogy ez az AntWin, a QME Window-nak a leszármazottja, tehát az AntWin objektumunkat, az kiterjeszti a QME Window-ot. Hát nézzünk rá, hogy ez forrásban is így van-e. Így van, tehát itt van az AntWin Window-unk, és rögtön itt látjuk magát a kiterjesztést. Jó. Hát ez csak egy, látjuk, hogy itt millió egy másik PDF is van. Ugye ez tényleg ilyen nagyon szép kis rajzokat készít nekünk. Szerintem ezeket a PDF-eket, hát azt most nem tudom, hogy a... Nem emlékszem, hogy szerintem simán ezt is be lehet inkludolni a könyvetekbe, tehát a dokbookba. Ugye a sima könyvbe szerintem be lehet inkludolni, bár ezt majd nézzétek meg. Akkor látjuk, hogy itt... ez például már megvan, de meg tudjuk nézni a hangjának is a például a dependency-t, hogy
hogy egy ilyen kis függőségi gráf hogyan néz ki. Jó, tehát hogy az antot hogy használjuk, mint használjuk, nagyon sok ilyen gráfot, vagy hát ilyen ábrát ki tud végül is rajzolni nekünk, vagy hát kirajzol nekünk, és akkor ezeket ilyen PDF-ekbe itt elérjük, de szerintem a tag forrást megnyitjátok, abban is benne van. Jó. Oké is. Na tehát ez a latekes. Nézzük meg a HTML-t, amit kigenerál nekünk. Elvileg erre van egy index is, és akkor ezt Firefox-ba meg tudjuk nyitni. Így van. Itt van nekünk egy index HTML, már is mutatom. És akkor tulajdonképpen ez már a teljes dokumentációja. Hát nyilván itt lenne valami szöveges dolog is, hogyha lenne annotálva rendesen a maga a forráskód. Nyilván ez most nekünk nincs, tehát itt nem jelennek meg a leírások. Jó, de hogyha szabályszerűen lennének dokumentálva a forráskódok, akkor ezek itt megjelennének. Jó, és akkor itt lenne egy ilyen kis szöveges leírás, hogy ezek a tagok mit csinálnak, konstruktor mit csinál. Jó, meg ezek a tagok, és akkor itt lenne egy szöveges. Hát meg van egy ilyen nagyon egyszerű kis ábra, de hát a hangja az egy elég egyszerű klassz. Nézzünk meg egy másikat, mondjuk ezt a nthread-et. Ugye így van, és akkor itt már látjuk ugye a inheritance diagramot is, ugye ez az nthread a qthread-nek a leszármazottja. Picit belenagyítok, hogy jobban látszódjon, hogy ez az nthread a qthread leszármazottja, és akkor ugye, hogy az nthread osztálynak milyen tagjai vannak. Jó? Milyen tagjai vannak. És akkor ugye itt vannak a publikus tagok, ugye a konstruktor, hát itt sincs most leírás, mert egész egyszerűen a forrásunk nincs földokumentálva. Jó? De ha föl lenne dokumentálva, akkor ezeket itt szépen látnánk. Jó. Oké, és jó, itt van egy ilyen kis osztályhierarchia is, hogy ezek hogyan épülnek föl, illetve az egyes tagok, hogy az összes osztálynak milyen tagjai vannak. Jó, hát szerintem amikor UML osztálydiagramról kérdezünk, akkor valami ilyesmire gondolnánk. Jó. Tehát, hogy ezek hogyan terjesztik, mit terjeszt ki, ha ki terjeszt, hogyan működnek együtt. Jó. Hát az, hogy ezt hogy teszitek be a könyvbe, ezt rátok bízom. Szerintem így képként is be lehet tenni, de akár a LaTeX forrás, akár a PDF-eket is be lehet tenni. Ez tényleg rátok bízom. Ugye az UML osztálydiagramnál valami ilyesmire gondolnánk, én legalábbis mindenképpen. Jó? Tehát ez a feladatnak ez a jellege, ez ilyen. Na most, hogy milyen reverse engineering jelleg, meg mit is jelent ez, hogy reverse engineering? Csak tényleg egy pár gondolatot erről. Ugye lesz majd egy ilyen tárgyatok, ez a szoftverfejlesztés, szerintem így simán ennyi. Hát ezt Jeszenszky Péter kolléga tudná jól, mert ő oktatja ezt a tárgyat, legalábbis emlékeim szerint, ha jól tudom, ő szokta. És ott lesz szó ilyenről, hogy különböző ilyen szoftverfejlesztési módszertanok, és hát nem tudom, hogy ott el fog-e hangzani, én korábban oktattam ilyet, ez a rendszerfejlesztés technológiája volt az előző képzési menetrend szerint, és ott voltak ilyenek, ilyen fejlesztői módszertanok, ugye egy szoftverprocesz, hogy hogyan is épül fel, hogy itt volt ilyen waterfall modell, meg ilyen-olyan modellek, és ott ugye az ilyen régi fejlesztői módszertanoknál, amit már nyilván a kutya nem használ, ugye volt ilyen, hogy először tervezünk, aztán fejlesztünk, aztán tesztelünk, és ez így tulajdonképpen egymás után. Most tényleg nem akarok részleteibe belemenni, mert nem is olyan érdekes, hanem volt egy olyan fázis ennek a dolognak, hogy ilyen UML osztálydiagramokat rajzolgattak előre.
Tehát tulajdonképpen a tervezési fázisnak volt egy ilyen része, hogy ilyen osztálydiagramokat rajzolgattak, de még azelőtt, hogy kifejlesztették a programot. Ami hát lehet, hogy akkoriban működött és rendben volt, bár olyan furcsa elképzelni, ez nagyon régen, mit tudom, ilyen 70-es évekre gondoltok, vagy 80-as évek, tehát tényleg nagyon-nagyon régen, és az alapján írták meg a programot. Na most, hogy ez így működőképes volt-e, sőt, hát nem is osztálydiagram, mert objektumorientált programozás nem is feltétlenül volt még akkor azért elterjedve, de valamilyen UML diagramok, amik alapján fejlesztették a programot, aztán nyilván később ezek osztálydiagramok lettek, mert objektumorientált programozás elkezdett terjedni, és akkor így. Na most, én nekem ezt alapvetően nehéz elképzelni, mert ugye én azért, amikor programot írok, azért az esetek döntő többségében agilis módszertannal dolgozunk, tehát agilis módszertan szerint ilyen gyors prototípusokat írunk, meg hát szerintem a legtöbb cég már azért így működik, amelyik használ valamilyen fejlesztői módszertant. Tehát nyilván az agilis módszertant erről tehetnénk mi is, és nyilván ha már UML osztálydiagramot készítünk, ugye azt reverse engineering jelleggel készítjük, mert mit csinálunk? Írjuk a programot. Megírjuk, megnézzük, hogy működik-e. Talán BevProgon röviden beszéltünk erről még valamikor a fél év elején, ilyen negyedik, ötödik labor környékén, hogy talán a számológépes példánál jött elő hangsúlyosabban, hogy elkezdjük írni a programot, megcsinálunk egy kis funkciót, mondjuk a számológép esetében emlékeztek, az összeadás volt ilyen, megírtuk az összeadást, megnéztük, hogy működik-e, kidebugoltuk, kiteszteltük, hogyha működött, mentünk tovább, hozzáadtuk az osztást, meg a szorzást, és így szépen úgymond építettük fel a programunkat. Na most nyilván tervezgethettünk volna előtte, meg rajzolgathattuk volna az UML diagramokat, hogy hogyan épüljön fel a program, de ezzel nem célszerű azért sok időt eltölteni. Ugye alapvetően azért sem érdemes, mert a legtöbb cégnél nincs erre idő, tehát ha elkezdünk egy programot írni, akkor azt nyomasszuk. Minél hamarabb jöjjön a release, csináljuk, írjuk a programot, ne sokat vacakoljunk a tervezéssel. Jó? Nyilván kell, mert azért ki kell agyalni, hogy hogyan is épüljön fel a program, de ne azon legyen a fő hangsúly. A fő hangsúly a programozáson legyen. Jó? És ugye ezért van itt ez az UML osztálydiagramos dolog is, mert része a tematikának, de ha már része a tematikának, akkor tegyük be úgy, ahogy a nagyjából a valóságban is van, hogy nem előre csináljuk meg, tehát nem az van, hogy előre megrajzolgatunk UML diagramokat, hanem megírjuk a programot, majd reverse engineering jelleggel, tehát megnézzük utólag, hogy hogyan is épülnek ezek föl, és aztán itt már lehet persze finomítani, tehát hogy hát lehet, hogy az úgy nem logikus, vagy nem úgy kéne, azon már lehet finomítani, de mindenképp ezeket azért inkább másodlagos legyen, a program írása legyen az elsődleges. Jó? Oké is. Na, ezt mindenképp be akartam csak így ide szúrni. Majd lehet, hogy beteszek a YouTube videóba egy ilyen kis ábrát, hogyha erre nem vagy kíváncsi, akkor ugorja a 66. percre, és akkor ott folytasd. Jó. Na mindegy, ezt tényleg csak így el akartam mondani, hogy miért is érdekes ez a reverse engineering, meg hogy miért van itt ez a UML osztálydiagram. Jó. Na, kérdés van-e így hirtelen ezzel a doksi készítéssel kapcsolatban, tehát ez az osztálydiagram készítéssel kapcsolatban, meg a hát a programmal kapcsolatban most nem biztos, hogy érdemes kérdezni. Nézzétek meg át előbb ezeket a forrásokat, nézzétek meg Norbi videóit, és akkor utána tudunk beszélni. Jó? Na szóval van-e kérdés esetleg? Azt most dobjuk be.
Jó, akkor vagy világos volt minden, vagy már alszik mindenki. Jó, oké is. Én várok még egy percet. Hát te már alszol. Oké is. Jó. Rendben van. Na, jöhet közben a szinkron módon is a kérdés, majd válaszolok rá, amikor úgy észreveszem. Menjünk tovább. Na most, amit látok, hogy a Brainbee-re már valószínű nem fog idő maradni, de nem baj, akkor azt majd megnézzük csütörtökön, hanem ezt a kettőt akkor még így átbeszélnénk. Ugye ez is egy ilyen egyfajta szimuláció, hogyha úgy tetszik. Ugye ez a John Horton Conway féle életjáték, ennek is nézzetek utána, hogy pontosan mi is ez az algoritmus, meg hogyan is működik. Egy linket mindjárt föl fogok dobni, föl fogok villantani, és akkor az alapján is már el tudtok indulni, tehát úgy a feldolgozással. Szerencsés lenne ezt is, hogyha magatok írnátok meg, de adunk kész forrást is, és azt már meg tudjátok akkor, tehát ki tudjátok próbálni, meg tudjátok nézni. Most ezeket is bezárom, és akkor nézzük meg először a jávás változatot. Ugye Java, tehát előadás feladat, de azért pillancsunk rá. Ez is elérhető egyébként, ha jó, még talán az UDPROC-ba is, SourceForgeon, de mindjárt fölvillantom, hogy hol érhető még el. Na most ez Norbinak egy jávás megoldása, fölhívnám a figyelmet az évszámra. Mert azért hallgatók szokták mondogatni, hogy hát azért jávában már azért ez nem túl elegáns, meg nem túl szép. Na most nyilván ugye látjuk, hogy ez egy ilyen AVT-s frame is, tehát, de az évszámot ne feledjük. Jó, tehát ez egy 2005-ös program. Nem az a célja, hogy itt most ilyen Java kalózkodás történjen, meg ilyen nyelvi hackerekkel itt vitatkozzunk, vagy ilyesmi így a forrás kapcsán. Ez tényleg csak ilyen szemléltetésnek van. Egyébként csak tényleg zárójelben mondanám, hogy én nagyon örülnék, hogyha, tehát ha valaki esetleg kötözködne a kóddal, én nagyon örülnék, hogyha a hallgatók 99%-a tudna írni már most egy ilyen kódot. Jó? Tehát mondom, nyilván azért az évszámot lássuk, ez egy régi forrás, régi technológiák, nem ez a lényeg itt most, hanem tényleg lássuk, hogy hogyan is működik egy ilyen dolog. Ismét a forrásban nem akarnék részleteibe belemenni, látjuk, hogy föl van kommentelve eléggé bőségesen. Tehát itt is, hogy a kattintások, meg ugye az egérnek a hát drag vonszolás, mit csinál, egy szépen, szépen minden implementálva van. Maga az algoritmus, ugye, hogyan működik, ugye az előfeldolgozás, ugye, ez a sikló, ugye, ami majd ugye a szimuláció, majd mindjárt megnézzük. Illetve, hogy erről tudunk egy ilyen pillanatfélvételt is készíteni, hogy ki tudjuk exportálni magát a képet itt is egy PNG-be. Mindjárt meg is nézem, hogy ez hogyan lehet, ha ugye itt is itt van ez a képrezd, ugye ez is ilyen key eventek, ha emlékszünk, fölvillantottam, ugye, és akkor itt is többféle van, ugye ez a KN, talán ez az S lesz az megint csak, amivel tudunk képet importálni, vagy pillanatfelvételt ki exportálni. Na mindegy, a lényeg, hogy hogyan is kell ezt használni. Ugye Java kódról lévén szó, ugye a javacsal tudjuk fordítani, simán átdobjuk neki a forrás fájlt, és ugye nyilván itt már nem pont perre fogjuk futtatni, mert ugye itt a Java interpreternek kell átadnunk a programot.
mert ő fogja majd végrehajtani. Ugye tényleg csak nagyon röviden, ugye ez a javac nem bináris állományt fog elállítani, mint ugye a GCC esetében, hanem egy bytecode-ot, ami hordozható lesz. Majd erről Prog 2-n fogtok részletesen is beszélni, aki még nem jelvázott, csak tényleg így fölvillantanám, és tulajdonképpen ezt a bytecode-ot kell átadnunk ugye a Java interpreternek, és ő majd végre fogja hajtani. De akkor nézzük is meg, hogy hogyan is néz ki. Ugye itt látjuk magát ezt a sejtautomata szimulációt, ahogy szépen fut tulajdonképpen. Hát az, hogy most az algoritmus hogy működik, abban én tényleg nem mennék bele, valami ilyesmit kellene látni. Jó, és akkor ugye itt az egérrel tudunk bekattintani, meg kikapcsolni ugye cellákat, meg tudunk rajzolni is, ahogy így húzzuk, szépen tudjuk rajzolni, és akkor onnantól kezdve pedig magának az algoritmus már ezekből is fog számolgatni dolgokat. Jó, tehát itt szépen tudunk rajzolni. Itt most lehet, hogy igen, ki is mentem a ábrából, és rögtön elkezdett ugye a Java panaszkodni. Jó, de mondom, itt tudunk mi is rajzolgatni, és akkor tulajdonképpen maga a sejtautomata szimuláció is szépen végre fog hajtódni. Jó. Na, hogy itt a könyvben pontosan mi is a feladat, szerintem ezt meg kell írni, de mindjárt ránézek a könyvre. Így van. Hát ennyit mond a feladat, hogy én meg Jávában a életjátékot valósítsa meg a sikló kilövőt. Hát valami ilyesmit kellene. Szerintem lehet itt egy kicsit egyszerűbben is, mert lehet, hogy ez a egér, ez nem kell. Most megkipróbálom, megnyomom az est, hogy mi történik, hogy kiexportálja, így van. Itt látjuk, hogy meg ki is exportálta ezt a kis aktuális állapotot. Hát mondjuk érdekes, hogy a fejléccel együtt mindegy, így működik. Jó, oké is. Rendben van. Jó, a feladat második része, pontosabban a másik feladat pedig azt kéri, hogyha a könyvre rápillantunk, hogy most ugyanezt csináljuk meg C++-ba is. Ugye a 7.3 pedig az, hogy C++-ba. Ugye ez már labor feladat, tehát ezt laboron is kérjük. Ugye a jávás az csak előadás feladat. Nézzük meg. Hát alapvetően ugyanaz a dolgunk, mint eddig is volt. Hogy is volt. Igen, ez a sejtautomata. Jó, látjuk, hogy ez is egy Qt-s projekt. Ugyanaz, mint az előbb, ezért is néztük át a korábbi példákat is. De pillancsunk rá erre is. Ugye, itt is hasonló a működés, mint az imént, ugye sejtablak, megadjuk a méretét, ha jól emlékszem, itt a méretet adjuk át paraméterbe, igen, itt a szélesség, magasság, ugyanúgy a QME window-ot terjesztjük ki, és ugyanúgy paraméterezzük, tehát így szélesség, magasságra. Jó, és akkor itt lesz ugye a rácsok, ugye, hogy ez a rács szerkezet hogyan épüljön föl, ugye az egyes cellák mérete, meg az egésznek a mérete tulajdonképpen, és akkor lesz egy külön threadünk magára az életjátékra. Oké, és itt a sejtablaknak az implementációja, hogy hogyan rajzoljuk ki a sejtablakot. Ez kicsit hasonló, mint az arecibói üzenet, ott is emlékeztek, hogy feketére vagy fehérre festettük, attól függően, hogy egyes vagy nulla volt ugye az üzenetnek a tartalma, tehát hogy mi volt az üzenet tartalma, itt ugye az alapján, hogy élő vagy halott, ugye az adott cellá, adott sejt tulajdonképpen. És ugye maga a sejt szál pedig ugye számolja azt, hogy az adott
tehát hogy a sikló kilövő maga hogyan működjön, és az alapján, ugye itt az időfejlődés alapján állítja élőre vagy halottra az adott cellát. Jó? Hát, ahogy az algoritmus diktálja, most én ebben nem mennék bele, erre már végként nem lenne, nincsen idő. Szerintem itt a kommentek között van leírás is erről. Jó? Mármint, hogy legalábbis egy könyv talán be van hivatkozva, hogy hogyan is érdemes ezt megvalósítani. Jó. Már is válaszolok a kérdésre, egy perc türelmet kérek, csak még ezt akkor futtassuk is le. Hát szerintem ennek se csináltam. Nem írtam ki, hogy kell futtatni. Jó, de akkor megcsináljuk itt élesbe, látjuk, hogy ez is egy sima Qt-s projekt. Ugye, ahova ti telepítettétek a Qt-t, vagy ha abgettel, akkor elég csak egy Q még. De én külön telepítettem. Úgyhogy nekem így ilyen abszolút elérési úttal kell a Qmake-et megadnom. Oké, és ez létrehozza nekünk a makefile-t. Szépen lefordítjuk. Jó, és akkor futtatjuk simán így, hogy sejtautó. Jó, és akkor itt lesz nekünk. Hát, most rápillantok a streamre, úgy van, hát remélem jól látszik. Hát nagyjából ugyanazt csinálja, mint a Java-s. Itt, igen, itt nincs implementálva a rajzolás. Jó? Tehát nincs a rajzolás maga implementálva. Hát ez csak tényleg maga a sikló kilövő, úgymond. Meg maga ez az életjáték. Jó. Na, amíg ez fut, Kazard, vagy Kazard azt mondja, hogy a Java-ról jut eszembe a 4.3-as Java Extra titkosító. Nem akar lefutni nekem a Java C-ben. Hibát dob a class XOR titkosítóra. Hát, ezt nem tudom miért lehet. Őszintén szólva, a Java-sat nem próbáltam. Megnézzük majd. Meg figyelj csak, jó lenne, hogyha a hibát látnánk, be kéne dobni a drive-os mappába, hogyha megvan még a link, majd a UDProc Facebook csoportjába kidobom a linket, hogy vagy hát ahol a Twitch neveket kell írni, oda szerintem dob be, és akkor ott megnézzük. Jó? Hogy erre a fejezetre mi a határidő? Hát 2 hét. Ugye, mert ezt most dolgozzuk föl, mindjárt nézek egy naptárat. Azt mondja, hogy most van március 30. Hát 2 hét és a hét vége. Akkor legyen április 17. Jó? Ja, április 17 legyen akkor a beküldési határidő. Tehát erre a 7. fejezetre. Jó, azért a hétvége, mert csütörtökön még akkor átbeszéljük a Brainbeat, az egy kicsit nagyobb lélegzetvételű lesz, mert azzal sokat foglalkoztunk. Meg annak kapcsán majd egy kicsit bőve felvezetést is adnék. Jó. Oké, és holnapra megcsinálod, nekem az is tökéletes. Mehet-e a csé? Hát, nem. Most nem fogunk csézni. Programozás óra van, most nem lehet csézni. Majd e-sport órán, talán jövő héten, már így is kérdezték a hallgatók, hogy csé mehet-e. Ha leszünk annyian, szerintem akkor jövő héten fogunk egy kicsit csézni. Meglátjuk. Jó. Tegyük fel a kérdéseket, ha van. Én igazából most az anyag kapcsán hirtelen ennyit gondolnék, de még ránézek a kis papíromra. Szerintem ennyi, amit gondoltam. Hát még a Brainbeat, de akkor azt majd csütörtökön átbeszéljük. Nem rédeljük a döviárt. Miért rédelnénk be?
Ez milyen nyelv amúgy? Ez C++. C++. Jó. Világos volt, hogy mi a teendő, meg hogy mit is kell? Érthető volt-e minden? Tom, megcsinálhatom ezt C-sharpba is. Hát a feladat ugye elég egyértelmű. Ha így ránéztek, ugye itt Qt C++ kér, ugye a jávás az nyilván jávát kér, ugye itt meg megint Qt C++. Tehát én itt nem gondolnám, hogy van lehetőség eltérni. Ha te meg akarod írni C-sharpba, vagy Boborian Pythonba, oké, nyomjátok, az tényleg csak ilyen plusz pont ilyen értelemben, hogy abba is megvan, de a feladat elég egyértelmű. Jó, tehát az jó lenne azt követni. Hát, Ranger Fox Assembly-ben, hát, abban ne. Nyilván abban is meg lehet, de ne töltsétek az időt. Jó. Okés. Na, akkor még egy pár percünk van. Nyugodtan, addig még várok akkor a kérdésekkel, tehát nyugodtan tegyétek fel. Boborian Base. Mi az a Base? Base. Ja, ilyen makrós, aha. Szani, semmi gond, majd moderálom én. Jó, hát Luába, hát mehet Luába is. Luás feladat lesz, vagy lispes lesz? Szerintem lispes lesz. Igen, a 9. fejezetben lesz majd lispes példa. Ja. Igen. Köszi, Flor. Igen, ott abban lesz. Csak egy egyszerű faktoriálist kell majd írni. Hát azt még lehet megcsináljuk itt élőbe. Majd, ha odaérünk. Ez viszonylag egyszerű. Jó. Na hát akkor úgy látom, hogy nincsenek különösebben most kérdések. Akkor én mára ennyit gondoltam, így az első körbe. Csütörtökön 10-től mindenképpen folytatjuk. Igen, amit akartam mondani, hogy mindenképp kitérnék rá, hogy említettem az elején, hogy kicsit szűkösebben leszek a héten idővel. Ez azért van, mert most a héten van, ez nem feltétlenül tartozik ide, de mindenképp mondanám, hogy most a héten van a Nvidia-nak a GPU Tech konferenciája, ami online konferencia, és egy csomó előadás van, meg egy csomó tehát csomó ilyen előadás van. Na most ez a GPU Tech konferencia minden évben meg van rendezve. Bocsánat, csak. Igen. Tehát minden évben meg van rendezve.
És a legnagyobb ilyen GPU tech konferencia, ami szokott lenni, hát nyilván az Nvidia csinálja, hát nyilván azért, ezért is a legnagyobb. És ugye ennek lesznek most az ilyen online előadásai, és egy csomó élő előadás lesz ezen a héten. Ugye ez a konferencia alapvetően nem online lenne, hanem rendesen meg lenne rendezve, és minden évben ez San Jose-ba van. Van több is, de ez San Jose-ba van. Amire egyébként mi mentünk is volna. Csak hát sajnos jött ez a shitstorm, és ugye nem tudtunk menni. Ugye már nem, hogy konferencia nincsen, de még repülő sincs, amivel tudtunk volna menni. De lényeg a lényeg, hogy ezek az előadások lesznek, és ugye mivel hát a nyugat USA-i időzóna szerint lesznek, ezért hát az ott eléggé későre húzódhatnak. Tehát ugye mondjuk, ami ott elkezdődik délután 4-kor, az itt ilyen hát hajnali 1. Úgyhogy emiatt egy kicsit szűkösebben leszek idővel, mert elég sok előadás lesz, amit meg akarok nézni. Ti is mindenképp nézzetek rá, megpróbálom bedobni a linkjét, mert egyébként ez így, mivel hogy online, ez egy teljesen ingyenes konferencia. Erre nézzetek rá mindenképpen, mert nagyon sok ilyen GPU technológiával kapcsolatos előadás van, tényleg tudományos előadások, tech előadások, van ilyen marketing előadások is. Mindenképp érdemes ránézni, meg elvileg majd az Nvidia CEO is itt fog keynote-ot adni, és valószínű itt fogják majd bejelenteni az új GPU architektúrát is. Jó? Mondom, erre mi mentünk volna, hogyha ha nem online rendeznék. Ingyenes, mindenképp én javaslom, hogy nézzetek rá ti is. Tényleg rengeteg ilyen előadás van, most csak így, tényleg így a session katalógot fölvillantom. Hát, így csak mutatom, hogy ennyi előadás van. Ebből nem mindegyik élő, valamelyik felvételről van, de nagyon sok ilyen előadás van. Jó? Úgyhogy erre mindenképp nézzetek rá, rengeteg tech dolgot lehet így a GPU tech-kel kapcsolatban itt megnézegetni. Jó? És akkor emiatt lesz nekem is most a héten egy picit kevesebb időm foglalkozni a Prog 1-jel, de nyilván mindent pótolni fogunk, ami olyan. Jó. Oké, és na, akkor látom, hogy kérdések nem nagyon érkeztek, úgyhogy én akkor el is köszönnék. Csütörtökön 10 órakor akkor megnézzük a Brainbeat, meg majd még agyalok rajta, hogy valamit besúvasszunk-e. Szerintem az önmagában is elég lesz, de akkor folytatjuk majd innen. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor csütörtökön folytatjuk. Sziasztok!